A 2004-ben alakult NKK többek között résztulajdonosa a Kékcápák NB1-B-s csapatának, de az egyesület elsődleges célja az utánpótlás nevelés. Jelenleg közel 90 gyerek készül az előkészítő, az U11-es, az U12-es és a két U14-es csapatban. A fiatalok többsége az ötvös gyakorló tanulója. Az egyesület elnöke szerint a minőségi játékosok képzése mellett az is céljuk, hogy a gyerekekkel megszerettessék a kosárlabdát, így később az is a sportág mellett maradhat, aki nem ér el jelentős sikereket a pályán. Első lépésben az volt a célunk, hogy egy széles bázison működő klubot hozzunk létre, ez már most megvan. 90 gyerek ebbe a 5 korosztályba, amit terveztünk, ez egy nagyon jó létszám, nagyon kevesen működtetnek ennyi korosztályban ennyi gyerekkel kosárlabda utánpótlást. Most szeretnénk azt a lépcsőt meglépni, hogy elmenjünk a minőség felé, és az, hogy ezek a gyerekek, ha innen felnőnek, az a helyi NB1-as vagy NB1-B csoportos csapat utánpótlásaként, vagy később felnőtt csapatában szóba jöhessenek. Ez a legfontosabb célunk. Az is fontos, hogy eredményesek legyünk, de az legfontosabb, kosárlabdázókat neveljünk. Olyanokat, akikből első osztályú játékos lehet elsősorban, aztán természetesen egészséges embereket, kosárlabda szurkolókat, szponzorokat, támogatókat, edzőket, technikai vezetőket, akikből nem lesz minőségi kosárlabdázó. Az öt együttese három edző, Pejvás Lajos, Füzes Tamás és Ferenci Tamás foglalkozik. Utóbbi az U14-es A csapat trénere. Az U18-as válogatott szövetségi edzőjeként is dolgozó szakember debreceni munkája mellett vállalt el a csapat felkészítését. 20 fő alkotja jelenleg a keretet, a srácok nagyon szorgalmasan, fegyelmezetten járnak edzésre. Július 31-én kezdték el a munkát a srácok. Én akkor még ugye nem voltam, hisz az U18-as válogatottal szerepeltünk Tallinnban Európa-bajnoki selejtezőn. Pejvás Lajos és Füzes Tamás kollégám, illetve Brána Szavics vezényelte az edzéseket. Azt kell erről a csapatról tudni, hogy tavaly januárban sajnos egy szomorú esemény után, Zentai Levente halála után vettem át ezt a csapatot. A Debreceni Kosárlabda Akadémia vezetője Becski István hozzájárult ahhoz, hogy amíg a debreceni munkámmal összetudom egyeztetni, akkor ennek a csapatnak is edzéseket tartsak és vezényeljek, illetve a hétvégi mérkőzéseken meccseljek velük. A Nyíregyházi Kosárlabda Klub idén is megrendezi nemzetközi tornáját. November első hétvégéjén három külföldi és több hazai élvonalbeli együttes utánpótlás csapata lép pályára az ötvös gyakorló csarnokában.